Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit! A Weekend mai adásában beszélgetünk a Kálai Gyűjtemény legújabb kiállításáról, ellátogatunk a Móri Zsigmond Színházba, és megmutatjuk azt is, milyen egy szántóverseny. Először azonban a Nyíregyházi Állatparkból következik egy összeállítás. A Gran Canaria óriás gyíkbébiket akartuk meglátogatni, de mást is láttunk. A Nyíregyházi Állatpark gondozói számos felvételt tudtak készíteni arról, ahogy a puma hármasikrek játszanak a jégvilág külső kifutójában, vagy jó ízűen táplálkoznak. Stávunk is meglátogatta a kis nagymacskákat legutóbb körülbelül egy hónapja. Azóta már szinte kamaszkorba léptek, de másfél-két éves korukig még itt lesznek, csak ivar életkorukban költöznek majd másik európai állatkertbe. Addig azonban még a nyíregyházi látogatók szem előtt cseperednek. Lassan a hármasikrek most már fél évesek lesznek, és most vannak abban a korban, hogy igazi kis tinitest alkatuk van, megnyúlt melső és hátsó végtagokkal rendelkeznek, és a legfőbb tulajdonság az, hogy elbúcsúztak az anyatejtől, átálltak a szilárd takarmány fogyasztására. Ez most napi szinten ilyen 20-30 dekányi csirkehús jelent, de ivarérett korban akár 3-4 kiló is lehet majd ez. Általában alkonyatkor és pirkadatkor sokkal aktívabbak, és ilyenkor napközben pihengetnek, de ez teljesen normális, hiszen a pumáik háza táján ez jellemző. Igazán szerencsés volt a Weekend stábja, hiszen kameránk előtt is aktív volt az egyik karanténban lévő Gran Canaria óriásgyík, bár jelenleg még nem látszik annyira óriásnak, hiszen mindössze pár centiméter hosszúságú, és alig múlt egy hónapos. Egy két hónapos inkubációs időt követően két egészséges Gran Canaria óriásgyík látott nálunk napvilágot. Ez a faj már a kritikusan veszélyeztetetté vált, ugyanis a természetben számos veszély fenyegeti, ide tartoznak az invazív fajok, leginkább a kóbormacskák, de főleg a betelepült 80-as években a szigeten elterjedté vált kaliforniai királysikló az, ami a legnagyobb pusztítást végzi a populációban. Azokon a területeken, ahol ez a sikló már megtelepedett és szaporodik, ennek a gyíkfajnak az állománya több mint 90%-kal csökkent, tehát szinte eltűnt ezekről a területekről. Ezért a Természetvédelmi Világszövetség a kihalással fenyegetett fajok vörös listáján a kritikusan veszélyeztetett kategóriába sorolta őket. Állatkertekben mindössze 5 helyen található meg a világon, úgyhogy tényleg nem egy gyakori fajról van szó, és ezért nagy-nagy öröm számunkra, hogy sikerült tenyészteni. Reméljük, hogy az elkövetkezendő években ez ugyanígy lesz majd. A tavalyi év során vettük észre a nősténél azt, hogy viasz tojásokat, tehát még lágyhéjú tojásokat rakott le. Ennek az volt az oka, ezek ugye terméketlenek voltak, de ekkor még nem élt együtt a hímmel, és egy teleltetési időszakot követően idén tavasszal kerültek ők egy közös terráriumba, ennek meg is lett az eredménye, és a nyár folyamán egy hatalmas méretű fészekaljjal, tehát egy 27 tojásból álló fészekaljjal örvendeztettek meg bennünket. Ez egyébként nem általános ennél a gyíkfajnál, tehát ez egy nagyon nagy fészekaljnak mondható, viszont a keltetés során kiderült, hogy ezeknek a tojásoknak csak egy nagyon kis százaléka volt életképes, tehát a végére gyakorlatilag két olyan tojásunk maradt, amiben volt élet, viszont ebből a kettőből pedig gyönyörű és egészséges kis gyíkok fejlődtek ki. A tenyészpár jelenleg a Zöld Piramisban él, többek között Szivárványos és Vörös Lórik szomszédságában. A madarak bár szépek, de nincsenek tekintettel arra, hogy egy tévéstáb szeretne riportot készíteni. A kellemetlen és zavaró hangokért tehát ők a felelősök. Na de térjünk vissza a kisgyíkokhoz, akik addig lesznek karanténban, még el nem érik a megerősödött körülbelül 15-20 centis nagyságot. Hogy ezt minél hamarabb elérjék, különféle finomságokkal etetik őket a gondozók. Ők még rovarokat fogyasztanak, hangyaméretű tücsköt, pici csótány, tehát ilyenkor még nagyon kisméretű takarmányra van szükségük, viszont ugye ők
ahogy nőnek, egyre inkább elkezdenek majd növényi eredetű táplálékot is fogyasztani, színes gyümölcsöket, virágszirmokat, leveleket, illetve magokat is fogyasztanak a természetben. Nekik egy nagyon fontos szerepük van az élőhelyen található virágos növények, illetve gyümölcstermő növények magjainak a terjesztésében, ugyanis hát ezeket előszeretettel fogyasztják, és így a biodiverzitást is segítenek fenntartani. Náluk fontos az, főleg a tojásos, illetve tojásrakás előtt álló nőstényeknél, hogy a fehérje, illetve a kalcium és ásványanyag utánpótlás az biztosítva legyen. Erre nagyon jó, ugye, hogyha rovartakarmányt is biztosítunk, ami lehet ugye már az említett gyászbogárlárva, akár még illiszta is lehetne, vagy bármilyen tücsök, csótány, sáska is hasonló ízeltlábú. Bár szerencsések voltunk, hogy láthattuk táplálkozni is az egyik kisgyíkot, kameránk előtt sajnos csak az egyik mutatta meg magát. Ez még egyelőre csak spekuláció, gondolkozunk azon, hogy lehet, hogy különböző, tehát az egyik hím és a másik egy nőstény egyed lesz majd. Amit mi már megfigyeltünk a tenyészállatoknál, az, hogy a nőstény az napközben sokkal több időt tölt elrejtőzve, és ő inkább késő délután válik aktívvá, akkor jön elő táplálkozni. Ezzel szemben a hím napközben közben is több időt tölt szem előtt, úgyhogy ez a természetben is hasonlóképpen működik. Hát remélhetjük, hogy két ellentétes nemű egyedről beszélhetünk majd. Nyilván nem cél az, hogy őket egymás között tenyészük, hanem majd később esetleg csere révén új párokat találhatunk a számukra. Nem terveztünk több állatot bemutatni ebben az összeállításban, de egy pár felvételt sikerült készítenünk a magát ritkán megmutató, éjszakai életmódot folytató fosszáról. A madagaszkári cibet macskaféle a Természetvédelmi Világszövetség listáján sebezhető státuszú. Hamarosan újabb kiállítás nyílik a Kálai gyűjteményben. A témával kapcsolatban vendégünk Dohanics László és Gyetván Magdolna, a művész és a hely igazgatója. Sziasztok, jó estét! Jó estét! Gondolkodtam, hogy is kezdjük ezt a beszélgetést, de aztán azt gondolom, hogy megengedhetem azt a fajta civilséget, hogy egy picit arról beszéljek, hogy a mi kapcsolatunk ugye már több mint 20 éves, és mint textilművészt ismertelek meg, és az idők folyamán aztán valahogy egyre nagyobb szeletet kaptam ebből a sorsból, vagy ebből a létből, meg a művészetedből. Egy kicsit olyan, mint amikor az ember egy kárpitot elkezd nézni, csak egy pici lukon, és aztán utána a horizon nő, és aztán meglátja a nagy egészet. Nos, azt gondolom, hogy lassan látom a teljes képet, és a Kölcsei Televízió készített is egy filmet a te munkásságodról, a képeidről, az Út címmel, amelyet egyébként most is ajánlok a nézőknek, ha még esetleg nem látták. Viszont azt magát nem tudom, hogy egy kiállításra hogyan is készül föl egy textilművész, és mennyire nagy feladat ez ahhoz képest, hogy mondjuk egy kép maga egy évig készül. Egy kiállítás megrendezése mindig nagyon nagy feladat. Egyrészt fejtörést okoz, hogy milyen módon válogasson az ember. Én most erre a kiállításra az elmúlt negyed század időszakából válogattam, de csak a szövött kárpit képeimből. Illetve kiegészítve szeretném úgy felépíteni a kiállítás koncepcióját, hogy bemutassam a képek segítségével azt, hogy hogyan is készül. Nyilván a teljesség igénye nélkül, tehát amikor jön az ötlet vagy az ihlet, akkor az ember készít egy vázlatot, egy kartont, azt abból készül majd, amikor már a végleges kép kialakul, készül egy olaj, általam pasztellel festett kép, és az kerül majd megszövésre. Ez a kiállítás tulajdonképpen ezt a 25 évet próbálja bemutatni. A témaválasztás is erre az időszakra esik. Egyébként az a bizonyos 20 éves időszak, amit vagy ismerettség, amiről beszéltél, az első olyan kép, ami azon a kiállításon is bemutatásra került, és a címadó képe volt, annak az a címe, hogy Magány, és az most is kiállításra került, tehát egy kicsit majd nosztalgiázni is lehet. Egyébként
a válogatásnál mindig szempont számomra, hogy bemutassam azt az utat, ami ez alatt a 20 év alatt történt, illetve a képek közreműködésével azt a számomra sokszor nehéz és küzdelmes utat, amit én, a magam választotta a utat, amit én eddig végigjártam. A téma is nagyon változatos, mert szokták tőlem kérdezni, hogy mi adja az inspirációt, és erre nagyon nehéz válaszolni, illetve nagyon könnyű, mert a legegyszerűbb válasz az, hogy az inspiráció az lehet maga az élet, de lehet, amit a kiállítás is majd mutatja, lehet egy szál virág, lehet egy fotó, lehet egy gyerekkori emlék, vagy éppen most a legutolsó néhány évben a témaválasztásom az a görög mitológiára esett. És a motiváció, illetve az inspiráció, bocsánat, inkább az inspirációról az jutott eszembe, hogy addig, ameddig egy költőnek jön mondjuk egy ihlete, és megír egy verset, az lehet, hogy hát ha nagyon igényesen dolgozik fabrikál rajta, akkor egy pár hónap mondjuk, de hát egy zseninél ugye ez akár egy pár perc is lehet, de a te esetedben az a motivum, az az életérzés, az a történés, az akár egy évig is eltart, hogy közben azért folyamatosan ott van benned ez a téma, vagy egyre mélyebbre kerülsz akár mondjuk egy Magány című képnek a megszövése. A Magány című képemnek az ihlete, az tulajdonképpen az én személyes életemből eredeztethető. Erről hosszabban nem is szeretnék beszélni. Ez egy fiatalkori önarckép lett végül is. És egyébként, hogy készül, és mi adja az ihletet. A készítés ideje az nagyon-nagyon hosszú egy kárpit esetében, mert ugye a napi 2-3 centi, amit meg tudunk szőni, annál többet nem. De amikor az ember elmélyed egy ilyen munkában, akkor azt megelőzi egy bizonyos kutatás is. Mert amikor például a Penelope című kárpitomat szőttem, akkor igazából fel kellett elevenítsem azokat a gondolataimat, ismereteimet, amit én korábban mondjuk a görög mitológiában ezzel a témával kapcsolatban szereztem. Kell egy ruhatörténet, a környezet tanulmányozása, és magát a történetet is ismerni kell, de amikor az ember elkezdi ezt szőni, akkor abban az egy évben benne élsz abban, amit csinálsz. Október 4-én délután 2-kor nyílik a kiállítás. Lesz-e arra lehetőség, Laci, hogy ezeket a nüansznyi részleteket is megtudják mondjuk a látogatók, akik esetleg mondjuk nem a kiállítás megnyitójára érkeznek, és nem tudnak személyesen beszélni az alkotóval? Lesz, mivel úgy beszéltük meg, hogy a kiállítás alatt hetente egy alkalommal lesz rendkívüli tárlatvezetés, amit Magdika fog vezetni, úgyhogy erre várunk minden érdeklődőt, aki tényleg mélyebben szeretne megismerkedni ezzel a művészeti ággal, mert mondhatom művészeti ággal, úgyhogy mindenféleképpen, sőt, gyerekeknek is szeretnék múzeumpedagógiai foglalkozást ezekre tartani, úgyhogy minden lelkes érdeklődőt és kíváncsiskodót szeretettel várunk. Volt már hasonló kiállítás? Az igazság, hogy én mióta a Kálai gyűjteményben dolgozom, azóta nekem veszőparipám, hogy a megyében, városban élő művészeket is meg kell mutatni, és erre volt jó pár példa, csak legutoljára a legelső kiállítás, amit én szerveztem a Koszta Zoltánnak, aki azóta már világhírű lett, hiszen Kanadától Amerikáig, Németországtól Franciaországig vásárolják a korabeli lovas és lóbőr öltözeteket. Úgyhogy ez nekünk egy ilyen visszatérő gondolat, de azért ne adjuk ki egy harmadik személyt se, aki ebben közreműködött, és ez te voltál. Mert hogyha mi nem találkozunk, nem beszélünk erről a művészeti ágról, nem találkozom Magdikával, nincs egy jó órás beszélgetésünk lent a lakásán, akkor tulajdonképpen lehet, hogy emellett elmegyünk véletlenül, de hál' Istennek találkoztunk, és most ennek eredménye az, hogy negyedikén nyitjuk a kiállítást. Magdika kiállítását meddig ajánljuk, illetve még van egy gondolat, Igen, én feltétlenül szeretnék még egy gondolatot hozzáfűzni ehhez a beszélgetéshez, ugyanis elkészült a kiállítás meghívója és a plakátok.
ez önmagában is egy művészeti alkotás. Ezt egy nagyon-nagyon tehetséges ifjú művész készítette, aki egyébként a Kállai gyűjteményben dolgozik, őt Balogh Józsefnek hívják. Én ezt nagyon fontosnak tartom elmondani azért, mert van egy különlegessége a dolognak, mégpedig az, hogy az elkészült anyag tökéletesen illeszkedik a kiállítás anyagához, színvilágában, tehát tökéletes a harmónia, illetve tökéletesen tükrözi az én ízlés és színvilágomat. És ez úgy készült, hogy mi nem ismertük egymást, és soha nem találkoztunk. Tehát ez egy nagyon különleges dolog számomra, és a másik dolog, hogy mindenképpen szeretnék neki innen is köszönetet mondani ezért a csodálatos munkáért. Hát, ahogy említettem, véletlenek nincsenek, művész lelkek, ha találkoznak, abból csak gyönyörű dolgok születnek. Köszönjük még egyszer, és a nézőknek talán egy kis felkészülés, hogy a Kölcsei Televízió YouTube csatornáján az Út című film megtekinthető, és utána persze élőben a kiállításon mindez a gyönyörűség pedig ott is megcsodálható. Köszönjük még egyszer. Köszönjük szépen. Kedves nézők, a Móri Zsigmond Színházban folytatjuk a Weekendet, ahol bemutatták a Jeruzsálem című interaktív ifjúsági előadást. De miért is nevezzük a kereszténységet, az iszlámot és a judaizmus ábrahámi világvallások? Azért, mert mindhárom visszavezethető Ábrahám és atyához. A zsidók, a keresztények és a muszlimok mind prófétaként tisztelik Ábrahámot. Ibrahim. Az iszlám világ mi ismeri Ábrahámot, vagy Ibrahim? Igen, az iszlám szentkönyvében, a Koránban is számos helyen szerepel Ibrahim próféta neve. Ahogy a zsidók és a keresztények bibliájában is sok helyen szerepel Ábrahám. Szóval Ábrahám és Ibrahim ugyanazt a szemét jelöli. A Biblia szerint Isten több alkalommal kötött szövetséget Ábrahámmal. Az egyik legjelentősebb, mikor prófétáját elvezette az ígéret földjére, ami az ókorban Kánaánnak, ma Izraelnek, a római korban pedig Palesztinának neveztek. És még ma is Palesztinának nevezzük. Tudod, mikor nevezzük Palesztinának? Én ezt majd később. Jó. Ez egy interaktív ifjúsági előadás, amit alapvetően iskolai terekbe fogja a színház utaztatni, tehát tornatermekbe, osztálytermekbe, aulába, tehát tulajdonképpen bármilyen térbe, amit az iskola tud adni. És ezt 6.-7. osztályosoknak fogjuk játszani, tehát ez úgy fog kinézni, hogy a három színész kimegy az iskolába, a gyerekekkel együtt berendezik, elkészítik ott az előadásnak a terét, és akkor utána abba játsszák el ott az adott közösség számára. A zsidók temploma. Ezért is nevezik ezt a hegyet templomhegynek. És pont Jeruzsálem közepén fekszik. Majd a templomot lerombolták. Többször. Utoljára a rómaiak. A rómaiak idővel felvették a kereszténységet. Így Jeruzsálem később keresztény várossá vált. Jeruzsálem soha nem vált keresztény várossá. Jeruzsálem kiemelten fontos lett a keresztények számára. Hiszen Jézust itt ítélték el. A zsidók. A zsidók követelésére a rómaiak. Jézust itt feszítették keresztre. A zsidók. A zsidók követelésére a rómaiak. És Jézus itt támadt. Na, ehhez a zsidóknak semmi köze. A lerombolt zsidó templom helyére keresztény bazilikát építettek. Mindössze néhány létra, piros székszalag és madzag látható a Bárány Frigyes stúdióban díszletként. Első ránézésre létrák, de a Jeruzsálem című előadás során templommá, városfallá és ágyúvá is válnak. A mindössze három szereplős történet a harmadik keresztes hadjárat idején játszódik, 1192-ben Jeruzsálemben. Jeruzsálem éppen muszlim fennhatóság alatt áll, és a keresztesek ostromolják a várost. És nem bírják bevenni, és Szaladin kivégeztet minden fogságba esett keresztes lovagot, kivéve egy fiúnak megkegyelmez, nem tudjuk, hogy miért. És tulajdonképpen az ő nézőpontján keresztül megyünk végig azon a folyamaton, hogy hogyan szembesül egy fiatal azzal,
hogy hogyan használják fel a vallást hatalmi célok mentén. És tulajdonképpen az ő útját kísérjük végig, ahogy ő szembesül azzal, hogy amit eddig tanítottak neki a világról, az nem feltétlenül úgy van. Tehát ez a keresztes lovag úgy nevelkedett, hogy gyűlölje azokat, akik más vallásúak. És akkor tulajdonképpen itt Jeruzsálemben jön rá, hogy ez a gyűlölet, ez a gyűlöletkeltés, ez miért van a világban. És tulajdonképpen ezt kérdőjelezi meg, és ezen az úton szeretnénk végigvinni a fiatal nézőinket, és azt szeretnénk, hogy ők is ezen gondolkozzanak velünk együtt a színház nyelvén keresztül. A Jeruzsálem szó jelentése a békeváros. De Jeruzsálem ez ide soha nem volt. Madách Zsuzsanna 2010-től aktív rendező a magyarországi színházakban, és gyakran nyúl érzékeny témákhoz. A Jeruzsálemet először 2016-ban a Csokonai Színházban mutatta be, most pedig a Móricz Zsigmond Színház művészeivel is megalkotta. Mint mondta, a történelmileg komoly téma napjainkban is aktuális. A tesztjátékok során is kiderült, hogy a fiatalok nagyon tudnak menni ezzel az térben, időben eltávolított történettel, és tulajdonképpen ez a téma, hogy hogyan használnak fel különböző ideológiákat hatalmi célok mentén, ez hát folyamatosan jelen van a világban, vagy a világunkban, ennél fogva a gyerekek a fiatalok világában is, és tulajdonképpen ezek a témák tükröződnek az előadásban, tehát ők ezzel találkoznak a hétköznapokban, és azt látjuk, hogy szívesen is foglalkoznak vele ennek az előadásnak a mentén. A 31. Nemzetközi Levéltári Napra látogattunk, ahol a helytörténeti pályázat eredményeit hirdették ki, és pro archívó emléklapokat adtak át. A Nemzetközi Levéltári Nap a legfontosabb rendezvény a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltár éves program tervét tekintve. A levéltár épületében megrendezett konferenciára ezúttal is érkeztek vendégek a határokon túlról is. A Pro Archivo emléklapok átadása után kihirdették az idei helytörténeti pályázat eredményét is, amelyet még tavasszal írt ki a levéltár, a múzeum, a könyvtár, a Honismereti Egyesület, a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi Intézeti Tanszéke és a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle szerkesztősége. A zsűri döntése alapján harmadik helyen a mindössze 16 éves Opsitos Miklós végzett a botanikus kert múltjával és jelenével foglalkozó dolgozatával, amely mint egy felhívás a kert megmentése érdekében. Kiskorom óta rajongok a növényekért, állatokért. Úgy kezdtem, galambtollakat gyűjtöttem, utána pedig minden, ami természet. Tehát teljes mértékben érdekelt, utána olvastam. És végül ez azán nőtte ki magát, hogy versenyekre jelentkeztem, és ott a könyvekből, sok olvasással, megszerzett tudásommal tudtam jól szerepelni, és ezből adódott a pályázatok. Szeretek írni, olvasni, kutakodni. Ettől érzem magam szinte teljesnek, és ezért számomra nem volt annyira megterhelő a dolgozat megírása, és a téma is nagyon közel állt hozzám, mivel kiskorom óta járok a botanikus kertbe. És minek készülsz? Mi leszel, ha igazán nagy leszel? Sopronban mennék tovább tanulni az Erdészeti Egyetemre, és erdészmérnök, azon belül pedig természetvédelmi mérnöknek szeretnék menni. A Jándi származású Fehér Ildikó neve már nem ismeretlen a dolgozatokat elbíráló zsűri számára, hiszen 2 évvel ezelőtt is második helyen végzett pályamunkájával, ami akkor is és most is a szülőfalujában végzett kutatásokból táplálkozott. Az idén a penyigei Kormány Margit néni saját visszaemlékezéseiből született írását találták a legjobbnak. Rengeteget írtam, elsősorban a levéltárnak, de nagyon sokat más helye, újságokba írtam, magam is szerkesztettem a Szenke újságot. Rengeteg olyan témám volt, van és lesz, úgy érzem, mert most is 3-at is csinálok egyszerre, gyűjtőmunkát kutatok, gyűjtök, és akkor azokat megírom. Hát nem tudnám megmondani, hogy a levéltárnak mennyit, de
már a Nagy Ferenc idejében is volt kapcsolatom a levéltárral. Hát Évike meg olyan figyelmes, kedves hozzám, hogy mindig buzdított, bátorított, hogy csak csináljam, mert még egy fél levélnek is hasznát lehet venni. Az életrajzi regényemhez úgy nem tudom hány évig kellene élni, de minél tovább vagyok, annál több adatra van szükség is, meg összegyűlik, mert azért meg nagyon dolgatnak a tanítványaim, hogy tessék már megint, hát ez egy olyan hosszú munkás élet volt csak penyigén. Csupa fiatal lesz körül, és én vagyok itt a legidősebb, tavaly költöttem be a 88-at. Mint a nagyszüleimet, a szüleimet hallgatnám. Tehát ez a érzése ilyenkor az embernek, hogy mennyi mulasztásunk van egyébként abban, hogy őket annak idején nem hallgattuk meg jobban, nem ijesztük le a mondandójukat, és hát akik ezt megteszik, leírják, papírra vetik, oral historit működtetnek, ugye ez egy nagyon érdekes ágra a történettudománynak, akár magnókazettára, DVD-re leírva, nagyon fontos munkák, amiket végeznek a helytörténészek, a helytörténeti kutatók, hogy valóban élő legyen a múlt számunkra. Ha ön rendelkezne annyi szabadidővel, hogy ilyen alapon egy helytörténeti pályázatra dolgozatot nyújtson be, annak vajon mi lenne a témája? Hát, hogy mi az életem volt egész eddig is, már felnőtt életem, és ez valószínűleg mulasztásom is, tehát nekem sok olyan emlékem van a rendszerváltást követő politika történetből a Vármegyében, amelyet én tudok, szemtanúja voltam ezeknek az eseményeknek. Ha nem is leírva, de igyekszem figyelni arra, hogy ezek a történések vagy emlékek nem maradjanak leíratlanul, vagy ne tűnjenek el a múló időben. Ez talán felelősségem is, tehát még lehet, hogy ilyen merészségre még nevetettem magam, hogy leírjam, de lehetséges, hogy eljön az időzés, amikor le is kell írnom. Az egyébként budapesti születésű, de 68 éve Penyigén élő Margit néni nyertes dolgozatában a régi típusú iskolai működésről írt. Az eredményhirdetést követően kezdetét vette az a konferencia, amelynek első előadásában már a jövőbe tekintő kutatási módszerekről hallhattak az érdeklődők. Egy olyan előadást hoztam, amiben szeretnénk bemutatni, hogy az elektronikus változás a levéltárakban mennyiben segíti a témák feldolgozását. Szeretném bemutatni azokat az új szolgáltatásokat, amiben majdnem 10 millió digitalizált oldal, több mint 100 adatbázis segíti az adatfeldolgozást. És hát szeretném bemutatni, hogy az új generációra is számítunk, hogy már mobiltelefonon is, meg adatvizualizációval is elérhető levéltári tartalmakat mutatunk be a legkülönfélébb témákban. Szeretném bemutatni, hogy a mesterséges intelligencia segítségével is már dolgozunk föl iratanyagot. Úgyhogy ez azt gondolom, hogy egy új világ ahhoz képest, hogy a papíralapú iratokat, dobozokat kellett egyesével nézegetni a kutatóknak. Itt most már az internet segítségével a levéltári dokumentumokban is kereshetnek, kutathatnak, és azt reméljük, hogy ebből új tanulmányok és publikációk születnek. A 31. Nemzetközi Levéltári Napon 7 előadás kapott helyet a Konfliktusok és Megoldások című konferencián. Kedves nézőink, ne menjenek messzire, mert a híradó után folytatjuk a víkendet, érkezik majd Zsoldos Barna különleges relikviákkal, és azt is megmutatjuk majd, milyen egy szántóverseny, maradjanak velünk. Üdvözlöm újra a víkend nézőit! 20 éves múltra tekint vissza Bakta Lóránt házán a szántóverseny. Igaz, eredetileg a térségben élő felnőtt gazdáknak szerveztek játékokat, de mára a szervező iskola diákjai is egyre többen csatlakoznak a megmérettetéshez. 7. alkalommal ültek be a traktorok fülkéjébe Bakta Lóránt házán a középiskolások, akik közül többen a családi hagyományt folytatják. A diákok között volt, akit saját bevallása szerint már 3 évesen megcsapott az etor füstje. Már 3 éves korom óta benne ülök, úgyhogy 5 évesen már vezettem magamtól. Szerintem egyértelműen ez azon múlik, hogy ki mennyire gyakorlott abban, hogy otthon mennyit dolgoznak, mennyit szántanak. Esetleg van-e saját gépe bárkinek is, mert aki ezt csak az iskolából próbálja összeszedni, szerintem az egy kicsit ehhez kevés. A verseny hagyománya 20 éves múltra tekint vissza. Eredetileg a térségben élő felnőtt gazdáknak rendeztek játékokat, de idővel a szervező iskola diákjai is egyre többen érdeklődtek a megmérettetés iránt. 7 évvel ezelőtt
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együtt, mikor láttuk azt, hogy egyre több középiskolás is behozza a traktorát ezekre a versenyekre, döntöttünk úgy, hogy elindítunk egy észak-alföldi középiskolásoknak szánt szántóversenyt, és hetedik éve gyakorlatilag a térségünkben lévő agrárszakképző iskolákból azok a tanulók jelennek meg itt, akik gépészképzésen tanulnak. A versenyzők két szinten mezőgazdasági gépész szakmunkás, valamint mezőgazdasági gépész technikus képzésben vesznek részt, mondta el Lévai Imre, aki hangsúlyozta, ezek a legnépszerűbbek a szakképzés kínálatában. Ahogy látható a képeken is, itt ugye az erőgépek, különböző erőgépek vannak, és ezek nem mindegyike a legkorszerűbb. Természetesen már akár vezető nélküli traktorok is léteznek, de ez még csak a jövő. Azonban úgy gondolom, hogy az emberi munkaerőre mindig szükség lesz. Azokat az alapokat, amelyek a javítás és az üzemeltetéshez kapcsolódnak, azokat mindenképpen ezeknek a képzéseknek keretében lehet megszerezni. A verseny főbírója Sós Sándor azt mondta, nagy különbségek vannak a versenyzők között, amelyet már a nyitó barázdák is visszatükröznek. Különbségek vannak, nem jelentősek, hanem óriásiak, azt kell, hogy mondjam. Ez a végletekig van. Van olyan srác, aki nagyon jól megcsinálta, klasszikusan, gyönyörűen, tisztán, egyenesen, és van, aki teljesen elrontotta, ami azt jelenti, hogy maradt benne kiszántatlan sáv. Ez a legnagyobb bűn, mert ugye a feladatunk az, hogy szántsunk, tehát a tarlót, a földet megműveljük, ha elmarad egy csík, akkor nem csináltunk semmit. Nagyon fontos az, hogy milyen mélyen nyitunk, nem szabad túlzottan mélyen nyitni, mert akkor az összevettetés teteje, mi úgy hívjuk, hogy koronája, az túl magas lesz, és akkor az befolyásolja negatívan a követő munkákat. Az egyenesség. Megint egy nagyon fontos lelki tényező, mert a későbbiekben ugye az vezeti meg a traktor. Tehát aznak az egyenes vonalához fogva igazodni a traktoros, és akkor ahhoz csinálja az összevettetéseket. Tehát egyenesen és sekélyen kell a nyitót megcsinálni. Én mindig azt szoktam mondani, a megnyitón is elmondtam, hogy a mezőgazdálkodásnál, hogy használjam ezt a kifejezést, szebb foglalkozás a világon nincsen. Nézzünk szét, hol vagyunk. Kint Isten szabad ege alatt, jó levegő van, süt a nap, jól érezzük magunkat, és dolgozunk a munkába, viszont mindig gondolkodni kell, mindig vannak kihívások, tehát nem sablonok vannak, mert van egy nagyobb hatalom tőlünk, ez pedig az időjárás. Most is ugye rettegve várjuk az ivatalcellát, de hát nem tudjuk majd, hogy mi lesz. Tehát itt állandóan gondolkodásra van kényszerítve az ember, és aki szereti a harcot, az nyugodtan ezt választhatja, mert sajnos azt is el kell mondani, hogy itt óriási a bizonytalanság. Ezt a városi ember szintén nem tudja. Ki vagyunk téve mindenféle politikai tényezőnek, elég ha a jelenlegi helyzetet, a gabona problémákat, a kereskedelmi piaci ár és eladhatósági problémákat nézzük. Ez egy óriási kihívás. A tároló kapacitás is csak egy kiszolgáltatottságot jelent. De ez harc mindenhol, tehát nem tudjuk megtervezni azt, hogy most ennyi meg ennyi megy be az egyik oldalon, és ennyi meg ennyi jön ki. Ki vagyunk téve a piacnak. Magyarország nagyon kis piac. A nemzetközi trendek határozzák meg nálunk is a lehetőségeket. Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb motivációs háttér az a család. Akikkel én találkoztam fiatal diákokkal, döntő többségük mind a családi háttérből hozta a munkának a szeretetét, a munkának minőségét. Itt is volt most egy leány, aki tizedikes tanuló, családi háttérből hozta azt, hogy ő gépész lesz. Apukája is azt csinálja, bátyja is azt csinálja, és szereti. Szerszámkészlete van, dolgozik, traktorozik, mindent megcsinál. Vagy mondhatnék más olyan fiatal emberekkel találkoztam Vas megyébe, akik állattartással foglalkoztak, és diszkó helyett a tehenekhez jártak ki, dolgoztak. Egyszerűen gyerekkoruk óta magukba szívták ezt a levegőt, a tudást, az akaratot, annak az örömét, hogy becézik az állatokat, a gépeket, mert szeretik egyszerűen csinálni. Na most ez nem egy klasszikusan sikerszakma, óriási probléma van az utánpótlással, nem csak Magyarországon, hanem Nyugat-Európában, sőt az egész világon. Ezért indult be az úgynevezett IFA-fejlesztés, robotikára és egyéb nyavajára, de van egy bizonyos szint, amikor az embert nem lehet kiküszöbölni. Soha nem gondolta volna senki azt, hogy Magyarországon pakisztáni vendégmunkások fogják a teheneket fejni. Eljött az az idő. Rengeteg vendégmunkás dolgozik itt a mezőgazdaságban is már, van amelyik nem is egészen legálisan, mert emberhiány van. Tudjuk jól azt, hogy a Nyugat-Dunántúl teljes része Ausztriába jár át dolgozni, a keleti munkaerő olcsóbb, jön be hozzánk, stb. Tehát az embert megkerülni semmilyen technika nem tudja.
A nagy szántóföldi növénytermesztésbe viszont a robotikát nagyon-nagyon cikis bevonni nem lehet. Hiába beszélünk itt drónokról és egyebekről, ez még csak mint lehetőség merül föl, de az az automatizálás és azok a 4-i, 5-i, stb. Programok, amikről beszélnek, azok leszűkítik az alkalmazási területet. A klasszikus szántóföldi növénytermesztésben csak kísérleti jelleggel van egyelőre szerepük. A szántóversenyről minden versenyző valamilyen jutalommal térhetett haza, a nézők pedig a versenyprogram mellett részt vehettek a bála görgető, valamint az ekevas hajító vetélkedőn is. Ha a nyíregyházi rádiózás hőskoráról szeretnénk mindent tudni, akkor Zsoldos Barnabást kell keresni. Mi most nem keressük, hiszen itt van velünk a stúdióban, és bár órákat tudnánk beszélgetni, sajnos mindössze néhány percünk lesz összefoglalni a legfontosabb mérföldköveket. Szia, jó estét! Jó estét, szervusztok, köszönöm szépen a meghívást. Hát örömmel jöttem, mert nagyon régen jártam a Kölcsei televízióban. De mindig nagy szeretettel várunk, és nagy élmény számunkra a beszélgetés, mert úgy tudsz mesélni rádiósként, hogy szinte látjuk a dolgokat, és én azt gondolom, hogy egy jó rádiósnak így kell tudni beszélni, hiszen ugye azért évtizedeken keresztül, főleg amikor még nem is volt televízió, gyakorlatilag a hallgatók számára úgy elevenedett meg az egész világ, hogyha egy jó riportert hallgattak. Azt hiszem, te rádiós voltál, de biztosan belekóstoltál, mert amit mondtál, az így van. Tehát a rádiósnak feladata, mert ugye képet nem tudunk hozzátenni, de ha tudjuk érzékeltetni, el tudjuk mondani, akkor a rádióhallgató is ott érzi magát, abban a szituációban, abban a helyzetben, és akkor már azonnal másképp dolgozza fel a beszélgetést, az interjút, a riportot, meg bármit, amiért szóval. Tulajdonképpen ugye a rádiózás, a szórakoztatás is, de igazándiból a közszolgálata, bármilyen műfajban is történik ez a rádiózás. Az, amelyben te évtizedek óta jeleskedsz, és hát kiváló eredményeid is vannak, hiszen hoztál itt azért olyan csodákat, ami ezt bizonyítja, azt gondolom, hogy valóban a közt szolgálja, egy kicsit a szemléletet formálja, és egyben gyakorlatilag a világlátásunkat szélesíti. Úgy gondolom, hogy azért ez a fajta igény, ez nem változott meg az évtizedekkel, hiába volt egy ilyen hatalmas robbanás a technikában. Nem változott meg, legfeljebb ami számomra furcsa, mert én hozzászoktam is, még ma is így gondolkodom, hogy a rádiónak kell az elsőnek lenni, aki az adott eseményről, történésről beszámol. Na most ez már változott egy kicsit, mert azért olyan sok egyéb más lehetőség, csatorna van, amit az ember nem tud már követni, és nem tud legyőzni idézőjelben, mert ugye hát mi hozzá voltunk szokva a Vörös Hadsereg útja 42, Nyíregyházán, most ugye Szent István útja 42, hogy bizony, hát mi voltunk azok, akik leggyorsabban be tudtunk számolni arról, ami történt a megyében, sőt egy időben Hajdú-Bihar megyében is, mert ugye két megyét is sugárzott a borbányai adó, és hogy ez a helyzeti előnyünk mennyire jó volt, például az írott sajtóhoz képest, mert ami már délután vagy estére történt, azt már nem lehetett ugye másnap reggel az újságban nyomdai átfutás miatt hozni, viszont mi be tudtunk róla számolni, mert este még adásunk volt, és el tudtuk mondani, vagy másnap reggel, ugye korán reggel, 6 órakor már a Kállai kettős szignálja felcsendült. Így van, tehát a hír az másnap már nyilván veszít az értékéből, de hát különböző műsorok azt gondolom, hogy mindig aktuálisak lehetnek. A kezemben van egy Studio 50 című kiadvány, nyilván nem ma készült, tehát a stílus meg lehet állapítani, de én annyira nosztalgikus hangulatba keveredtem, mert hát ismert arcokat, olyan nagy rádiósokat látok itt, akik sajnos már nincsenek is köztünk valamennyien, viszont az ő hangjukon nőtt föl egy generáció, és azt gondolom, hogy a szakma kiválóságai voltak. Mik voltak egyébként akkor most egy kicsit mesélj, Barna, tényleg a legkülönlegesebb mérföldkövei ennek az időszaknak? Ennek az időszaknak meghatározó személyisége volt Samu András,
ő volt a stúdióvezető, az ő keze alatt nőttünk fel, valamennyien. Mert hiába végzett ugye a főiskolán majdnem mindenki Nyíregyházán, de a rádiózás az egy külön világ. És akkor Samu András vezetett be mindenkit, majd aztán az idősebbek, akik ugye rutinosabbak lettek, mint Ágoston István, Antal István és a többiek, ők pedig ugye a következőket pallérozták, de Samu András nem adott ki a kezéből senkit sem, mert ő szerette, ha, ahogy mondta, legalábbis én, ahogy emlékszem, 1975-ben kerültem közel Samu Andráshoz, azt mondta, hogy a vizet ki kell szorítani. Tehát úgy kell vágni, hogy abban, persze, mert ugye a műsoridő is meghatározta a tevékenységünket, és akkor kivettük azokat a szüneteket, részeket, amelyek bizony csak vitték a az időt, az adásidőt. A másik, hogy az ő munkája során kapcsán Budapesten a Bródy Sándor utcában egy idő után rájöttek, hogy a nyíregyházi stúdió munkatársai felkészültek szakmailag. Nem is véletlen, hogy nagyon sokan Budapesten kötöttek ki, hát már az említett Antal István, akkor ugye István volt, Ágoston István volt, aki például egy kis kuriózum, a déli harangszót, amit most is hallanak, az Ágoston István ötlete nyomán kezdte el sugározni a Bródy Sándor utca, Bőzsöny Ferenc volt, aki az ismertetőt olvasta, tehát elfogadtak bennünket a sportműsorban, a körkapcsolásokban, szóval számtalan, meg egyéb más műsorokban. Hát például 2001-ben, mikor az Árvíz volt, és tudósítottam, egy sor nincs leírva, nem tudtam könyvet megjelentetni, mert nem volt miből, hát élőben mondtam mindent. Tehát tudták, hogy a nyíregyházi stúdióban dolgozó kollégák, Matyasovszki Edit például nagyon sokat dolgozott kulturális műsorokban, tehát elfogadtak bennünket, sőt, hívtak, hogy van valami ötleted, ilyen műsort készítenék, ha van valamid, akkor szólj. Tehát jó neve volt a nyíregyházi stúdióban dolgozó kollégáknak. Ahogy ugye megváltozott a világ, és a nyíregyházi stúdió bezárta a kapuit, és már nem csendült fel a Károly 2 szignálja, azért nagyon sokan kereskedelmi rádiókban, televíziókban tudtak elhelyezkedni, tehát azért mondhatjuk azt, hogy az évtizedek tapasztalata az nem veszett kárba, és te magad még mindig dolgozol. Igen, hát szinte minden kolléga megtalálta a helyét a kommunikációban, és akkor én ezt így mondom, mert van, aki a Kölcsei Televízióban dolgozott, van, aki a Kereskedelmi Rádióban, van, aki egy nagy intézménynek a szószólója, hát magam pedig tulajdonképpen ki se estem, mert ahogy eljöttem nyugdíjba, egy picike kis szünetem volt, 3 hónapot adtam magamnak, hogy jaj, de az csodálatos lesz, és akkor 3 hónap után éreztem, hogy Atya Isten, hát engem már senki nem hív, én már nem hiányzok senkinek. Na és akkor csak megszólítottak, meghívtak, és akkor egy kereskedelmire, a hajórádióban kezdtem el dolgozni, onnantól pedig én nem tudom, hogy hírem ment a Kossuth Rádióban, vagy nem, de minden esetre a volt főnökünk, a vidéki stúdiók igazgatója, Avanesian Alex felhívott, hogy lenne kedve dolgozni? Hát természetesen, és azonnal átmentem a Kossuth Rádióhoz is, azóta a szerződéssel, hát ugyanazzal a lendülettel, mint azelőtt, sőt, érdekes a képen, sokan kérdezik tőlem, hát nem hallottunk ennyit, ilyen sokszor, mint ahogy most a Kossuth Rádióban. Persze ők nem tudják, hogy a Borbányai adó irányított adó volt, tehát a szatmári beregi oldalban a nemzetközi szerződések miatt nem sugározhatott akkora erővel, viszont ha Nyíregyházán vagy Gávavencselőn járok, vagy Tiszavasváriban, akkor feleségem egyszer meg is említette, hogy hát téged jobban ismernek erre rádiósként, mint a szatmári beregi oldalban, de ennek ez a magyarázata.
Anna igazi száguldó riporteré váltál most már, mert mindenki azt gondolja, hogy mindenhol ott vagy. Elfogyott az időnk, annyit tegyél meg, hogy ezekről a relikviákról csak nagyon röviden, hogy mit láttak itt a nézők közben. Hát ugye ez egy tekercs, féltekercs szallag, erről dolgoztunk, ezt vágtuk, erre rögzítettünk, erről ment az adás. Na most itt, hát az időrendi sorrendben ez hozzám köthető, bocsánatot kérek a tévénézéktől, de a Kossuth Rádióban Perrés Klára kitalálta, hogy legyen rádiós díj, és én a másodikat kaptam, Tornyi Ferenc Debrecenben kapta az elsőt, én a másodikat, és Ágoston István a harmadikat, és utána ez megszűnt, mert Perrés Klára nem volt tovább a Kossuth főszerkesztője, és ez el is múlt ez az idő, és ez pedig, hát ez azért hagytam a végére, mert ez a Nyíregyházi stúdió utolsó adása. Hát ezt nem lehet elmondani. Ez akkor reggel 2007. június 30-án mindenki bejött, mindenki, nem szégyellem én, sírtunk, hogy el kell köszönni több mint 50 év után a hallgatóktól, mert akkori rádióvezetés úgy döntött, hogy a vidéki stúdiókat szép sorban megszünteti, és a Nyíregyháza is ide került. Hát amikor az 50 éves évfordulónk volt, akkor Kondor Katalinnal még arról beszéltünk, hogy van 50 évünk, hát bizony nem lett 50 év. Hát az élet néha átírja a terveket, de azt gondolom, hogy ne legyen szomorú befejezés ennek a beszélgetésnek, hiszen az a sok szép élmény, az a sok emberi kapcsolat és az a lendület, amelyel például te ma is dolgozol, ez mindenképpen azt bizonyítja, hogy érdemes volt ezt az 50 évet is végig rádiózni. Barna, nagyon szépen köszönjük, még 50 évig hallgatnánk, de sajnos a műsoridőnknek vége. Úgyhogy... Hát itt most vége, de a Kossuth Rádiót, ha hallgatjátok, akkor még talán fogunk találkozni az éterben. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm, akkor tévésen viszont látásra, de rádiósan viszont hallásra. Száll a világ lepke szárnyon címmel tartott különleges koncertet Nyíregyházán Sebő Ferenc, a Kossuth díjas énekes, műsorában a népdalok mellett több magyar költő megzenésített verseiből is válogatott. Bukkolva mind a rossz, a márna tőmmel karján bongyos, síros, papíros szenvedet. Lágyatáj, gyöngy az est, tölött falon, falon, egyet párája lesz, a valóban stelom, ájva lába. Száll a világ lepke szárnyon, ezt a címet kapta Sebő Ferenc és Sós Réka előadása, és ezzel a címmel osztottak dalos füzetet is a hallgatóság tagjainak a szervezők. A dalos füzetben olyan költemények szerepelnek, amelyek bekerültek az Erkel és Kossuth díjas zeneszerző zenés irodalmi műsorába is. Milyen volt a 70-es években az énekelt verseket előadni? Hogyan fogadta a közönség? És most 2024-ben vajon más ez? Hát 70-ben, vagy talán 71, nem is tudom pontosan, a Berek Katival kezdtünk együtt énekelni, tehát ő karolt fel és vett maga mellé a műsorába, mert ez akkor egy olyan műfaj volt, ami nem létezett. Nem létezett egyszerűen. Ki mit tudva sem tudtunk bekerülni, mert azt mondták, hiszem 68-ban jelentkeztünk, hogy hát nézze, Sebő elvtárs, ilyen műfaj nincs. Ez nem magyar nóta, nem operett, nem opera. Ezzel nem tudunk mit kezdeni. Úgyhogy ott álltam a rejtelmekkel, meg a hetedikkel is, azt mondták, hogy ez nincs. Azóta sok minden történt, és Berre Katinak sokat köszönhetek, hogy hirtelen bedobott a mély vízbe, és elkezdtük járni az országot. Sőt, hát már külföldre is eljutottunk, mert Kassára kikerültünk, amikor nagyon nagy szó volt. És hát emlékszem, az a szívembe markolt nagyon, amikor a kassaiak, hát nagyon örültek, hogy Magyarországról végre jön valami,
De hát miért ezt a kommunista költőt hozták magukkal? És akkor megtartottuk az előadást, az egy mesterén összeállított anyag volt. És utána zokogva jöttek be ugyanazok az emberek, hogy hát nem hittük volna, hogy ez egy ilyen költő. Szent a nád a tó fölött, szent a szél a nádon, édes álmaid között, hall a szerenádon. Ima rá, te szerená, testet titkos templomá, dalba így imádom. Elefántcsal talaga, boltozatos mellem, kettős márvány osztopa, nyugszik egymás ellen. A mai napra milyen összeállítással érkezett Nyíregyházára? Hát most különféle költőktől játszunk verseket, és hát a mi témánk most az 1100 év, ami költészet szempontjából semmi, mert az időtlen. Úgyhogy régi költőktől, újabb költőktől is játszunk, népdalokat is énekel Sós Réka. Úgyhogy zárójelbe teszem, hogy a népdal az énekelt vers a régi történeti műfajnak a továbbélése. Tehát az nem valami külön dolog, hanem ez maga az énekelt vers. Csak már nem mindenhol énekli, csak egy-két helyen még tudtunk gyűjteni belőle. De ez egy fontos műfaj, ahogy a népdal maga is fontos, mert ez volt a hétköznapi embereknek a művészete. Tehát a liturgikus zene az annak más célja volt. És az a bizonyos zene, amit bámolunk színpadon, az a liturgikus zenéből fejlődött ki. A hagyományban azért azt tapasztaltuk, mint látványt, mint jelenséget, hogy nem az a művészet, amit nézünk, hanem az, amit csinálunk. Thank you.
A hegedű és a gitár mellett a tekerő lant is megszólalt a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban megrendezett műsorban. Sebő Ferenc énekes, dalszerző, népzenekutató, zenés előadására sokan kíváncsiak voltak. A Sebő együttes vezetője, a hazai táncház mozgalom egyik elindítója, 2014 óta a Nemzet művésze is. Valóban sok minden elismerést kaptam, nem panaszkodhatok. Nem mindig tudtam, hogy mit miért kapok, mert ez nálunk ez ilyen véletleneken múlik, de egy olyan megtiszteltetés van, amire a legbüszkébb vagyok, és arról nem tud senki. Amikor a 70-es évek elején a mékeréki cigányprímás megkért bennünket, hogy segítsünk nekik a lakodalomba muzsikálni, mert több felé kellett játszani, akkor kiderült, hogy az unokái elnevezték a kutyáikat Sebőnek és Halmosnak. Sebő, Halmos, feküdj! Hát én erről vagyok a legbüszkébb. Tersánszki Józsi Jenő, talán hallottak róla, hogy ő nem csak regényeket írt, hanem gitárjával éneket, verseket adott elő. Tersánszki Józsi Jenőt tartja elődjének Sebő Ferenc az általa historikus popzenének is nevezett stílust tekintve. Kedvenc költője pedig József Attila, aki, mint az előadó művész kiemelte, már szintén foglalkozott az énekelt versek témájával. A műsorba József Attila költeményei mellett Babits Mihály, Nagy László és Veres Sándor versek is bekerültek. Kedves nézőink, sajnos ennyi fért a mai Weekendbe, tartsanak velünk jövő héten is, ugyanebben az időpontban újabb érdekes és színes témákkal jövünk majd. Én már a búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét és jó pihenést kívánok, viszontlátásra!